És még mindig választás, de a helyszín már a németországi Észak-Rajna-Vesztfália, ahol ma 15 településen választanak polgármestert. Noll Katalint kapcsoljuk Berlinben. Katalin, zavartalanul megindult a szavazás a városokban. Köszöntöm a nézőket! Németországban, Észak-Rajna-Vesztfáliában még csak a visszaszámlálásnál tartanak, hiszen 8 órakor nyitnak a szavazóhelyiségek, több mint 30 településen járulnak urnákhoz a szavazók, és 7 olyan település van, ahol a főpolgármesteri címért indul versengés. Napokkal korábban tetőfokára hágott az izgalom, hiszen több olyan település is van Észak-Rajna-Vesztfáliában, amelyik valamelyik párt, a CDU vagy a Szociáldemokrata párt fellegvárának számított, és megingott ez a fellegvár az első fordulóban. Ilyen példa Dortmund vagy Düsseldorf, ezek az SPD fellegvárai voltak. Dortmundban például egy erős CDU-s jelöltet sikerült indítani, Andreas Holstein személyében, aki már egy másik településen sok éves polgármesteri tapasztalatokra tett szert, de talán ennél is izgalmasabb lesz a versengés Düsseldorfban, hiszen ez a tartományi főváros, és itt a jelenleg regnáló szociáldemokrata vezető Thomas Geisel maradt alul már az első fordulóban 8% ponttal a CDU-s jelölttel szemben. Itt fejfej melletti küzdelemre számítanak majd. A CDU-nak is több fellegvára megingott, például Bonnban, Münsterben, Aachenban is második fordulót tartanak a polgármesteri címért. Ezeken a településeken a Zöldek párt jelöltje indul a polgármesteri címért. Münsterben több mint egy évtizedes CDU-s vezetés dőlhet meg. Bonnban például a CDU polgármestere egy migrációs hátterű, édesapja révén indiai származású polgármester, aki szintén a Zöldek jelöltjével méri össze az erejét, de a tartományi miniszterelnöknek, Armin Laschetnek talán mégis Aachen lenne a legfájdalmasabb veszteség, hiszen itt az ő szülővárosáról van szó, és itt már az első fordulóban több szavazatot szerzett a Zöldeknek a jelöltje, és nagyon fontos, érdekes megemlíteni Köln városát, ahol a főpolgármesteri címért indul a versengés. Itt Harriet Réker az egyik jelölt, aki több mint 45%-ot szerzett az első fordulóban, de ez sem volt neki elég a győzelemhez, a szociáldemokrata jelölttel méri össze az erejét. Harriet Réker nevét egyébként Magyarországon is jól ismerik, vagy talán inkább azt a kijelentést, amit az ominózus kölni szilveszteri zavargásokat követően tett. Ő azt mondta, hogy egy nő úgy védheti magát a migránsokkal szemben, hogyha karnyújtásnyi távolság tart tőlük. Harriet Rékernek egyébként viszonylag kemény volt a kampányidőszak, hiszen szociáldemokrata ellenfele nem éppen udvariasan bánt vele, a sajtónak azt a kijelentést tette, mindent megtesz azért, hogy ezúttal nyugdíjba küldje őt. Egyébként Észak-Rajna-Vesztfália a legnagyobb németországi tartomány, 18 millióan élnek ott. Hogyan ügyelnek a szavazók egészségére, milyen óvintézkedéseket kell betartani? Itt is ügyelnek a szavazók egészségére, természetesen szigorú korona óvintézkedések mellett történik majd a szavazás, csak úgy, mint 2 héttel korábban az első forduló is. Igyekeztek a szavazó helyiségeket úgy kialakítani, hogy a szavazók a kötelező legalább 1,5 méteres távolságot be tudják tartani. Előírás az, hogy rendszeresen szellőztetni kell, és rendszeresen fertőtleníteni kell a helyiséget. A szavazók kizárólag szájmaszkban léphetnek be, és ami talán a legnagyobb különlegessége ennek a választásnak, hogy mindenki kizárólag a saját tollával adhatja le a voksát. Egyébként mik a legfrissebb információk Németországban a járvánnyal kapcsolatban? Németországban több hónapos negatív rekord dőlt meg. A legutolsó adatok szerint egy nap alatt 2507 új fertőzöttet diagnosztizáltak. Az országban egyébként azt vizsgálják, hogy egyhetes bontásban 100 000 lakóra mennyi fertőzött jut, és hogyha megnézzük az ország térképét, akkor az látszik, hogy országszerte korona hotspotok, gócpontok alakultak ki, és itt érdemes Észak-Rajna-Vesztfáliában maradni, hiszen nem csak a legnagyobb lélekszámú 18
18 milliós tartomány, hanem itt a legmagasabb a fertőzöttek száma, Bajorországgal vetekszik Észak-Rajna-Veszfália ebben a tekintetben, és itt található az a település is, Hám nevű település, Dortmundtól 30 kilométerre, amit az ország legveszélyesebb korona gócpontjaként emlegetnek. Itt 100 ezer lakóra több mint 99 fertőzött jutott, és kiváltó okként egy több napos, több száz fős török lagzit emlegetnek. Nagyon sokan itt vagy ezáltal fertőződtek meg, a szakértők szerint 150-en, és hogy érzékeltessük a különbséget, kb. 180 ezre laknak ezen a településen, és csaknem 2700-an vannak házi karanténban. Itt például helyileg szigorításokat is vezettek be, az iskolában tanórákon is kötelező a szájmaszk viselése, korlátozták azoknak a számát, akik a privát családi rendezvényeken részt vehetnek, tehát 25 az a legmagasabb szám, amennyi vendéget meg lehet hívni, 25 és 50 fő között már be kell jelenteni a rendezvényt, 50-től 150 főig pedig külön engedélyt kell kérni. Kedden egyébként Németországban Angela Merkel vezetésével összeül a válságstáb, és az esetleges országos szigorításokról is tanácskoznak. Noa Katalinnak köszönjük szépen Berlinből.